további utas szempontjából nem volt tétje az atomerőmű Esek Kolozsvár mérkőzésnek az Eurochallenge Kupa F csoportjában, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy egyik csapat sem végezhet a még további utást eredményező második helyen. A paksi alakulatból Eilingsfeld, Kovács és Medve sérülés miatt hagyta ki a találkozót, míg Robertsonnal közös megegyezéssel szerződést bontott a klub. A meccs első 10 percében ettől függetlenül jól tartotta magát az ASE, már Silvasan tripláival próbált ideje korán meglépni a látogatót. 18-18 után azonban elrontott pár támadást az Atom, a nyitó 10 percet így 24-18-ra a vizitáló társaság nyerte. Nem fújják le a faltot, bőven büntet. Szép labdaszerzés, az meg a sportszerűt lehívva, de nem fújják le. Antoni megoldja, szép. Pocsikú kezdte a második szakaszt a Zunic Gárda, rövid idő alatt 18-29 állt a táblán. A hazai tréner próbált cserélni és időt kérni, de semmi sem tudta kizökkenteni a dekoncentráltságból csapatát. A Kolozsvár pedig szinte minden támadását kosárral fejezte be. A nagy szünetben 23-53 volt az állás. A fél időt követően lábsérülés miatt Tóth Ádám sem tudta folytatni a játékot, az ASE ennek ellenére becsülettel küzdött. A periódust 9 egységgel megnyerte a vendéglátó. Ligát dobja mellé, ott van Jones, segít. Az én labda Bakitól, Markovic felvire az akciót. Markovic. Én láttam tőle U23-ban Szolnok meccset, ott is pocsék volt. Baki mehet. Nézi is a lehetőségeket, elvállal egy hármas, be is dobja. Tizet, ez gyönyörű. 48-69-ről kezdődött a záró negyed, melynek elején tovább faragta tetemes hátrányát az Atom, 3 perc elteltével már csak 12 volt közte, sőt a végjáték előtt 28. Ekkor azonban ismét elrontott pár támadást a fáradó paksi egylet, 2 triplát is kapott, így elúszott a mérkőzés. A végeredmény atomerőmű Ese, Kolozsvár 68-81. Az Eurochallenge Kupa F csoportjának végeredménye, első Trabzonspor, második Güssing, harmadik Kolozsvár, negyedik atomerőmű Ese. Volt egy olyan mély hullámvölgy a játékukban a második negyedben, amit megpecselte sorsunkat. Pozitív az, hogy a második félidőben pedig tényleg maximálisan játszottunk, és sikerült nem csak kozmetikázni, hanem azt is mutatni, hogy ilyen felállásban tudunk jó kosárlabdázni. Az sorozatból egy kicsit többet vártunk, nem úgy, hogy na most tovább jutunk, de végül is nem sikerült. Én csak remélem, hogy ezek a tapasztalatokat ebből a szezonból, a tavalyi szezonból is tudunk valamikor kamatozni. Örülök a győzelemnek, mert nagyon fontos volt ez számunkra. Az első fél időben jól játszottunk, és sikerre tudtunk búcsúzni ettől a sorozattól. Jól is kezdtünk, és a végén is jól játszottunk, de a második negyedben nagyon sok hibát vétettünk. Büszke vagyok a csapattársaimra, nem adtuk fel egy pillanatig sem, és megpróbáltuk magunkat visszaküzdeni. Az Eurochallenge-ben sok hasznos tapasztalatot szereztünk, hiszen erős ellenfelek ellen kellett játszanunk. Remélem, hogy a bajnokságban jobban fogunk teljesíteni.